Jó estét kívánok mindenkinek, most már másodszor próbálunk meg bejelentkezni, és nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Kedves mai vendégünk Steiner Kristóf, akivel az előbb már megpróbáltuk megbeszélni, hogy ez a zsinagóga valamikor régen, nem is olyan régen, 10 évvel ezelőtt még tévéstúdió volt egy átmeneti időszakban, és a Süsü a sárkányt is itt forgatták, és látjuk is, hogy már többen bejelentkeztetek, úgyhogy ha bármilyen kérdésetek van, akár Kristófhoz, akár hozzám, nyugodtan tegyétek föl. Szerbrus Kristóf, Isten hozott nálunk. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és én is köszöntök mindenkit. Hát tényleg az előbb már elmondtam, de meg kell ismételnem, hogy nagyon komoly energiái vannak a zsinagógának, és nagyon jó itt lenni. Köszi. És ha látnád, hogy mennyi energia ment bele ebbe, de nyilván az, ami visszasugárzik abba, hogy ilyen szépre visszacsináltuk a zsinagógát. És ma este a témánk az kabala. És ennek az ad apropót, hogy nem sokára lesz egy kabala kurzus, amit egy kiváló rabbi fog vezetni, saját személyem. November 8-án csütörtökön esténként fogunk tanulni. Mindenkit nagy szeretettel várunk, majd aki szeretne, az jelentkezzen be. És a Kristóffal már nagyon régóta ismerjük egymást, bár szerintem lassan egy 20 évvel, hogy nem találkoztunk személyesen. És most felidéztük, ahogy erről készültünk erre a mai műsorra, mert ugye Kristóf majd mindjárt elmondja, de hogy ő Izraelben lakik most már 10 éve. Így van. De amikor mi találkoztunk, szerintem közel 20 éve, akkor először a Sziget Fesztiválon szólított meg a Kristóf. Én ott ültem a Kérdezd a Rabbit standnál, és beszélgettünk egy pár szót. Beszélgettünk sok mindenről, de azért a kabala egy központi téma volt, és aztán Kristófnak volt egy műsor a melyik tévében? Igen, a Viva TV-ben, ami azóta sajnos megboldogult, a Magyar Zene TV, és hát igen, azt gondolom, hogy nekem különösen fontos volt az, hogy ez ne csak egy zene tévé legyen. Én az előadásokban mindig igyekeztem olyan embereket meghívni vendégnek, akikről úgy éreztem, hogy egyrészt én valóban kíváncsi vagyok rájuk, tehát szerintem ott már elvarrontva egy dolog, hogyha egy riportalany nem érzi azt, hogy aki kérdezi őt, az valóban érdekli. Valóban érdeklődik. Másrészt pedig azért, mivel egy ifjúsági csatorna voltunk, nekem az is nagyon fontos volt, hogy mégis mit közvetítünk egész pontosan. Úgyhogy egy-egy videóklip közé mindig 6-7 perces beszélgetések, és emlékszem, hogy veled egyébként 2x6-7 perc volt, ami nálunk nagyon nagy dolog volt, és hát igen. Arra emlékszem, hogy ezt nem tudom, hogy a te műsorod volt, de amikor kimentem, akkor ott kint volt egy hölgy, aki elmondta, hogy ő gömbből jósol, és hogy erről fog beszélni. Ez lehet, hogy igen, lehet, hogy ez ugyanaz az adás volt, igen. De igyekeztünk, tehát hogyha mondjuk van egy olyan, de ezt te is pontosan tudod, hogy kell lenni egy szónak, ami alá berakjuk mindazt, amit szeretnénk átnyújtani az embereknek, és vannak olyan, például a miszticizmus ilyen, vagy hogy kicsit felnőttebb, ma már nem a Viva TV, hanem az én, nem tudom, 35-ös, 37-es generációja felé beszélek. Öregszel, Kristóf azért. Amikor én 37 éves voltam, pont 2 évvel ezelőtt. Tényleg, hát egy idősek vagyunk, igen. Mi egy generáció vagyunk. Tehát, hogy van ez a self-help kifejezés, és hogy Ez az új szó a ezotériára? Hát, vagy a spiritualizmusra, a self-help? Én úgy gondolom, hogy egy kicsit magába vonja a pszichológiát is, vagy legalábbis próbálja, és az a helyzet, hogy nagyon sok ember ugye nagyon sokféleképpen értelmezi az ezotériát, a spiritualitást, stb. És szerintem nagyon fontos, én az édesapámtól megtanultam egy nagyon fontos dolgot, hogy nyilván lehet, hogy a szomszéd néni tud kávézacból jósolni, simán előfordulhat, de azért nagyon jó egy élő tradíciót követni. Tehát egy élő tradíciónak mindig... Annak nagy ereje van, mert ugye összeadódik az a sok-sok nemzedék, ami előttünk van, annak a intellektuális és szellemi teljesítménye az összeadódik, az ember egymaga egy rövid időn a túltalat nem tud elérni annyit, mint amit 100 nemzedék el tud érni. Úgyhogy te akkor kerested ezt a tradíciót, és úgy emlékszem, hogy amikor Kristóffal nem a tévében, egyszer külön beszélgettünk, még a Szigeten is beszélgettünk, aztán a tévében, és aztán volt, hogy egyszer eljöttél hozzánk a Károly körúti központba, a Kerenorba. Így van. És akkor elmesélted, hogy te félig meddig zsidó vagy, ugye van a családodnak egy zsidó vonala, és hogy amúgy meg buddhisták a szüleid, és hogy egy ilyen útkeresésben
voltál. Wow, ez az epizód ezeket... hirtelen kimaradt nekem most, és most, hogy mondod, ez tényleg így volt. De érdekes, hát, hogy... Egy rabbi muszáj, hogy emlékezzen. Emlékeztem, hogy a sziget... Várjál, Dávid Kac írja, hogy ő sokkal szebb, mint mi. Dávid Kac, ezt elég egyszer írnod, mert most látjuk, hogy háromszor írtad. Tény, hogy mindenkinél szebb vagy, aki itt szerepel. És várunk vissza szeretettel. De visszatérve ne arra, hogy volt ez az útkeresés. És aztán... Igen, így van. Hát én akkor nagyon itt, tehát őszintén szólva, én mindig egy nagyon érzékeny ember voltam, és ez gyerekkoromban nagyon jó volt, és kamaszkoromban nagyon érdekes volt, de aztán a 20 éves korom elején, amikor ismertettem, akkor rám zuhant egy elég komoly súly, amit nem tudtam pontosan, hogy hogyan kezeljek, és ez sok olyan problémában jött elő, amit próbáltam kezelni. Az emberek nagy része, ugye egy olyan társadalomban élünk, hogy azt mondják, hogy vegyél be egy ilyen pirulát naponta kétszer, ilyen instant segítség, leszel, igen. És akkor én ezt is kipróbáltam annak idején, de nem működött nekem. És igen, hát a buddhizmus tulajdonképpen én nem szoktam buddhistának nevezni saját magam. Én egy buddhista családban nőttem fel. 2 éves voltam, amikor a szüleim buddhisták lettek, és nagyon komolyan buddhisták lettek, tehát nem csak úgy olvasgattak, hanem megnyitottak egy meditációközpontot Magyarországon, Dalai Láma jött el felszentelni, tehát tényleg... Igen, nagyon komoly kapcsolataik is voltak. Így van, hát ők össze-össze rakták ezt, és az édesapám a mai napig abszolút gyakorolja a vallást. Számomra, amit a buddhizmus hozott magával, az elsősorban az, amit később mondjuk akár a kabala tanulmányaim során még kiegészítettem és hozzáadtam. Hát, hogyha ez egy klisé szinte, de hogyha mélyen lenézünk a spirituális ösvényekre, a vallásokra, akkor legyen szó az iszlámról, legyen szó zsidóságról, legyen szó kereszténységről, valahol... Összetalálkozik szerinted? Összetalálkozik, az értékek, tehát a mélyen az értékek hasonlóak, azonosak, és hát azért a nagy... Ugye Ábrahám vallások kapcsán tudjuk, hogy azért mindannyiunk ősatjáról beszélünk, tehát tulajdonképpen mindannyian joggal nevezhetjük magunkat testvéreknek. Persze, persze, abszolút, meg hát ugye egy ősatyánk van, és egy emberből vétettünk olyannyira, hogy ez az egy ember, ez valamikor ugye a Biblia elbeszélése szerint ez ráadásul egyszer volt férfi és nő, és akkor itt majd eljutunk egy másik témához, ami a szexualitás, amivel kapcsolatban a kabbalának önmagában is nagyon sok mondani valója van. De az, hogy minden vallás tulajdonképpen a mélyén ugyanaz, ez azért valamivel nyilván én, mint rabbi, ez egy kicsit lehet, hogy vitatkoznék. Nem is az, hogy vitatkoznék, hanem szerintem itt érdemes szétszálazni, hogy mit értünk ez alatt. Én ezt magamban úgy szoktam megfogalmazni, hogyha az a kérdés, hogy minden vallás ugyanazokat az értékeket vallja-e, hozzáteszem, hogy mérehatóan csak a zsidó vallást ismerem, de hogy minden vallás ugyanazt az értéket vallja-e, akkor erre azt mondom, hogy persze a zsidóságból kinőtt vallások, tehát a kereszténység és az iszlám, azok nagyon hasonlítanak sok mindenben, de nem gondolom ugyanazokat az értéket vallják. Vannak egészen ellentétes értékek, például az, hogy az eredendő jó, vagy az eredendő rossz az, ami az embernek az alapkondíciója, és még számos mást lehetne itt bevetni. És aztán persze mondjuk a hinduizmus, vagy a buddhizmus, amit kevésbé ismerek, bár van némi családi kapcsolatom, ugye az én idősebb nővérem, ő krisnás, 20 éve. Tehát azért valamennyi rátátásom van a dologra, nem gondolom ugyanazt vallja. De mi az, amiben mégis közös minden vallás? És lehet, hogy szerintem ez az, amit érdemes szétszállazni. Az az akarat, az a vágy, amit az őszintén vallásos emberek, ami az őszintén vallásos embereket motiválja. És ez a vágy az igazság megtalálása. De az nem gondolom, hogy mindegyik válasz, vagy mindegyik, hogy mondjam, mindegyik választott út ebből a kérdésből, vagy ebből a motivációból, az ugyanaz az út lenne. Sőt, azt se gondolom, hogy ugyanarra a hegyre vezetne föl. A motiváció, az alapmotiváció az, én azt gondolom, és hogyha nem így gondolom, az nagyon furcsa lenne szerintem tőled, de lehet, hogy persze nem így van, hogy igenis van a motiváció, az alapvágy minden emberben, az alapkondíció mélyen, valakinél felszínen, attól függ, mennyire érzékeny, ott van, hogy az igazságot megismerje, de az, hogy jó utat választ erre, nem biztos, hogy mindenki jó utat választ. Én ösztén hiszem, hogy az én utam jó, mert ha nem így hinném, akkor nem ezt tenném.
De ez szerintem azért fontos, mert különben, hogyha azt mondjuk, hogy hát minden vallás a mélyén ugyanaz, akkor a végén se itt, sehol, sehol ott nem vagyunk, és nincsenek olyan határozott útválasztások. Ne, én abszolút nem azt mondom, hogy minden vallás ugyanaz, csak azt mondom, hogy tehát az bizonyos alapértékek, mint például az, hogy szeress másokat, ahogy önmagad szereted, vagy az, hogy ha kiteszünk valamit, akkor az visszajön hozzánk, ez legyen szó karmáról, vagy ha kabaláról beszélünk, akkor tikunról. Tudjuk azt, hogy a zsidó miszticizmus, mint kabbala, egy jó pár dolog van, amiben egyébként hasonló a iszlám szufi kultúrához. Tehát minden vallásnak megvan a maga misztikus értelmezése, és természetesen én is egyetértek veled abszolút abban, hogy az embernek mindig van egy olyan térkép, ami valamiért őt oda vezeti könnyebben, mint, és lehet, hogy ez másoknak más, de... De hogy én szerintem az fontos, azt is tisztázni, hogy ez a térkép az nem biztos, hogy ugyanarról a területről szól, hanem ez egy másik. De ez a zsidó vallás. Tehát gondolj, ugye, ha csak visszamegyünk a 12 törzsre, vagy arra, hogy milyen, hogy például a szamaritánusok abszolút elkülönültek a zsidó vallástól, tehát hogy látjuk azt, hogy a zsidó valláson belül is lehet, hogy egyik azt mondja, hogy ez így a helyes, van. Másik az a helyes. Van. Csak a zsidó vallásban mindig van a rabbi, aki azt mondja, hogy neked is igazad van, neked is, ismerem ezt a viccet, ugye? Mindenkinek igaza van. De azért mégis van egy követendő út, és szerintem ez az alapvető különbség igazából a kabala és a halacha között. Mint az éremnek a két oldala. A halacha az a követendő út, ugye az maga a szó is, halacha, az azt jelenti, hogy holech. Hogy menni, haladni, hogy ez az az út, amin a gyakorlatban haladsz. És a kabala, az meg, amit megkapunk, vagy a hagyomány, ami, az meg nem arról szól, hogy milyen úton haladj, hanem arról szól, hogy esetleg miért azon az úton haladj, vagy mik azok a felszín mögötti tartalmak, amiket az ember a gyakorlati életben nem biztos, hogy meglát. És ezért a kabala, hogyha a kabalát nézzük, az nem annyira arról szól, hogy az életben milyen szabályokat kövessél, hanem inkább olyan mély bölcsességekről, amik persze más bölcsességekben is visszaköszönnek, mert a bölcsesség mégiscsak azért az ember agyából jön ki. Így van, viszont az bár én azt gondolom egyébként, hogy tényleg a kabala egy egyetemes bölcsesség, és hogy tudásanyagában abszolút a zsidó vallással komoly párhuzamai vannak, de... Sőt, annak a része? Így van, abszolút a része. De tényleg nagyon fontos hozzátenni, hogy bár nem kell zsidónak lenni ahhoz, hogy valaki kabalát tanuljon, és nem kell feltétlenül, ugye van ez a koncepció, hogy 40 év fölött kell lenni, férfinek kell lenni, zsidónak kell lenni. Én azt gondolom, hogy ismerkedni a kabalával bárkinek lehet, és nagyon-nagyon hasznos. És tényleg azt gondolom, hogy az én életem olyan minőségi változáson ment keresztül, attól a pillanattól kezdve, hogy én ebben elmélyültem, hogy az egyetlen dolog, amihez tudom hasonlítani, az körülbelül az, mint amikor megszülettem. Wow! De tényleg, ez egy nagyon komoly kijelentés volt. Itt szerintem van egy fontos dolog, amit említesz, hogy vannak ezek a határok, hogy mikor lehet kabalát tanulmányozni. És volt, aki már kérdezte, mert ugye, aki csak most kapcsolódott be hozzánk a műsorba, annak elmondom, hogy azért hívtuk meg a Kristófot, és azért a mai témánk, fő témánk a kabala, persze sok minden másról is fogunk beszélni, és kérem, hogy kérdezzetek is, hogy tudjunk válaszolni a kérdéseitekre. De azért ez a fő témánk, mert ugye lesz egy kabala kurzus, ami november 8-án indul, és többen kérdezték már tőlem, látva a kurzust, hogy hát Slomo, hát hogy lehet kabala kurzust így megkérdetni, amikor az van írva, hogy 40 év alatt és a kellő tórai előtanulmányok nélkül és a vallás megtartása nélkül, tehát nem elég, hogy valaki zsidó, még a vallást is abszolút meg kell tenni, nem lehet kabalát tanulni. Akkor te hogy taníthatsz itt boldog-boldogtalannak kabalát? És nem triviális a válasz, és itt szerintem ez azt kell tisztázni, hogy egyáltalán miért vannak ezek a meghatározások. Tudod, a Talmud azt mondja, hogy négyen léptek be a Párdeszbe, a kabala ligetébe, és csak az egyik az belépett és öngyilkos lett, a másik belépett és megőrült, a harmadik belépett és elhagyta a vallást, és csak egy ember ment be és jött ki békében, Rabbi Akiva, aki békében ment be, és ezért békében is jött ki. Tehát, hogyha nincs az a kellő felkészültség, akkor a nagy ezotéria az annyira el tudja emelni az embert a fizikai valóságtól, hogy az nem biztos, hogy jóra vezet. És ez az eredendő oka ezeknek a megszólításoknak, és ezért hozzá kell tenni, hogy az a kabala, amit mi tanítunk, az,
azért egy olyan kabala, ezt ahhoz szoktam hasonlítani, mint hogy van a programozó nyelv, mindenki érteni fogja, hogy mennyit értek a számítás technikához, van a programozó nyelv, ha én abba ott beszállnék, és elkezdenék össze-vissza klappolni a klaviatúrán, akkor valószínűleg, hogy valami őrült meg baromság jönnek, és fölrobbanna a számítógép. És aztán van a Windows, ami mindenki megért, de az már úgy le van a mi szintünkre vive, és tulajdonképpen ezt csinálja a haszit filozófia, hogy lehozza a kabalának a tanait az egyszerűbb ember szintjére, és ebben is vannak szintek. Ugye, akit említettél a beszélgetésünkben, mielőtt elkezdtük a műsort, a Izsák Lúria, szvárti nagy kabalista, a 16. században, ő neki volt egy mondása, mitzva legalot zota hochma. Egy kötelesség kinyilatkoztatni, megismertetni ezt a bölcsességet, a kaba bölcsességet. Ez egy folyamat, ami elindult 500 éve, és most már ott tartunk, hogy bárki tanulhat kabalát. És egyébként a Cfáti mikve, az Ari mikvéje elképesztő hely. Én többször jártam már. Általában... Mesélj róla szerintem a nézőinknek, mert nem biztos, hogy ismerik, hogy miről van szó. Jó, hát a mikve az tulajdonképpen egy rituális fürdőnek nevezném, és érdekes módon én akárhányszor beszélgetek magyarországi zsidókkal, a 90%-uk mindig azt mondja, hogy ja, hát amire a nők mennek az esküvő előtt, és hát ez valóban így van, de a férfiak számára ez egy folyamatos dolog. Mindennapos, hogy akár, igen. És mikvébe menni mindig nagyon jó élmény, és én voltam már több nagyon érdekes mikvében, mindegyik nagyon más. Voltam olyan helyeken, Kelet-Jeruzsálemben, ahol tényleg már alig vannak maradványai, és egy arab család kertjébe kellett bekéreckednünk, és megengedték. És működő? Tehát, hogy még volt benne víz? Volt benne víz, igen. Hát nehéz volt benne teljesen elmerülni, mert hogy úgy kell elmerülni benne, hogy ne érintsük meg magunk körül a falakat. És általában, mivel ezek a mikvék természetes vízből kell, hogy fakadjanak, az így a legjobb, ezért nagyon hidegek. És hát az Ari mikvéje a Cfáti temetőben van, egészen közel az Ari sírjához, ahova még éjszaka, még hajnali 3-kor is járnak az emberek, cadikim túrákat járnak, és menne végig a bölcsek sírjainál. És én többször hajnali 3-4 És ez úgy néz ki, képzeljétek el, hogy ez egy forrás, ami jön ki a hegyoldalból, és ez egy kis barlangba bejön, és a kis barlangban van egy ilyen, a barlang által szerintem nem is mesterségesen, természetes módon kialakított ilyen kis medence, abba befolyik a forrásvíz, jéghideg víz, és ki is folyik belőle rögtön, és tényleg fantasztikus élmény, és ugye azért nevezik a Ari mikvének, mert maga az Ari nem csak ott van közel eltemetve, hanem a hagyomány szerint ő ott ebben a mikvében merült, tehát mivel ez egy folyamatosan ugyan cserélődő víz, de az biztos, hogy még össze van kötve azzal a vízzel, amivel 500 évvel ezelőtt ő megmerült, merítkezett benne. És akkor nézzük, hogy jöttek-e kérdéseink, Kristóf, ezt így szoktuk csinálni, mert látjuk, hogy mi mindenki kapcsolódott be. Igaz-e, kérdezi Palinta Pável, akit nagy szeretettel üdvözlünk, hogy a kabalában meg volt írva a második világháború. Ugye itt szerintem érdemes azt tisztázni, hogy a kabala az nem egy ilyen jósgömb, amiből így kiolvassuk a dolgokat. A kabala az egy filozófia, tulajdonképpen egy ezoterikus, egy misztikus filozófia, tehát én nem tudok róla, hogy meg volt-e írva a kabalában a második világháború, nem hiszem. Ami egészen bizonyos az az, hogy mi emberek alakítjuk a világ energiáit olyanná, amilyenek, és hogyha minél többen követünk valami olyan ösvényt, ami nekünk is jót tesz, és másoknak is jót tesz, akkor nem lesznek háborúk. Igen, ami azt jelenti, hogy olyan értelemben meg van írva a kabalában a második világháború, hogy a kabalának egy fontos tanítása, az, ami tulajdonképpen a zsidóságnak egy alaptanítása, hogy az ember minden cselekedetével, ezt úgy mondja a kabala, minden, és ez komolyan Talmudban van, maga az idézet, hogy az ember minden cselekedetével egy angyal születik. Hogyha rosszat cselekszik, akkor egy rossz angyal, ha egy jót cselekszik, akkor egy jó angyal. Ismerjétek azt a dalt, amit éneklünk péntek este, hogy Shalom Aleichem, Malachei Asharet. Ugye ez mit jelent? Hogy üdvözölve legyetek a béke angyalai, és ez arról szól, hogy minden péntek este azok az angyalok, akik a mi szombattartásunk által létrejönnek, azokat köszöntjük. És ugye ezt mai megfogalmazásban, vagy hogy mondtad, self-research, vagy self-help megfogalmazásban, úgy mondják, hogy az energiáink. Hogy van olyan ember, aki
belép, és érzed belőle azt a rossz szagot, de ez nem egy fizikai szag, hanem egy ilyen negatív energia. Az ember cselekedetei egy ilyen kis burkot vonnak maga köré. A klipot. A klipot, igen. A klipot, a héjak. És hogyha az ember jót csinál, akkor a világ is jobb lesz. Ami azért fontos, mert ez például, arról beszélgettünk az előbb, hogy a vallások azok ugyanazok. Ez egy kifejezetten zsidó gondolat, hogy a tikkun olam, hogy a világ megjavítása, az teljesen a mi felelősségünk, és nincs megírva, hogy mi lesz, hanem az a mi felelősségünk. Vannak vallások, amik azt mondják, hogy nem egészen, mert igazából minden már eldölt, és mi csak azt hisszük, hogy a dolgok majd alakulnak. És szerintem a kabbala szemszögéből ez azért is nagyon fontos, mert ahogy a világ megjavítása teljesen a mi kezünkben van, nyilván a saját életünk megjavítása is a mi kezünkben. Azzal kezdődik minden. Ugye az ember, van ez a mondás, hogy azt gondoltam, hogy meg kell változtatnom a világot, aztán azt gondoltam, hogy meg kell változtatnom a családomat, aztán rájöttem, hogy elég, hogyha magamat megváltoztatom, és akkor megváltozik a családom, megváltozik a világom. Halász Robert kérdezi, hogy jön a messiás és a melegek is megtérnek? Köszönjük, Robi, milyen nagyon kedves! Nem számítottunk erre a kérdésre, de mindjárt majd visszatérünk a homoszexualitásra is természetesen. És hát, hogy megtérnek, hát reméljük mindenki megtér, kezdve saját magunkkal. Németh Gábor, üdv Rabbi, önök mit gondolnak Énoch könyvéről? Énoch könyve az egyik azoknak a könyveknek, azoknak a bibliai könyveknek, amik nem kerültek be a kanonizálás során a Tanakhba, és vita van a rabbik között arról, hogy hiteles forrása, vagy proféciának tekinthető, de mindenképp egy érdekes olvasmány, javaslom mindenkinek. Nagyon misztikus dolog van. Te olvastad, Kristóf? Őszintén szólva, nem. Nem. Én egyszer olvastam, misztikus. Nagyon misztikus. Nagyon. Kár érted, ha nem lennél buta, még okos is lehetnél, de mit várjunk még egy tucat tojást? Ezt szerintem nem nekünk szólt, hanem valamelyik hozzászólónak. Igen, itt összeveszett Robi meg. Salom. Vannak ilyen kis viták? Igen, van, hogyne. Tóth Rozett Zoretta kérdezi, hogy szeretnék kérdezni, hogy munkabeosztása miatt nem minden csütörtök szabad? Jöhetsz azért, nagy szeretettel várunk. Nézzük, milyen kérdéseink vannak még. Alkalmasabb embert? Nem találtunk. Kristóf a legalkalmasabb. Vagy ha csak nem rám gondoltál, hogy találtunk, nálam alkalmasabbat. De miért pont Kristóf hisz, ő meleg? Lehet, hogy épp ezért, akkor már mindjárt erre térjünk le, ha nem baj, jó? Engem abszolút nem zavar, sőt, kíváncsi vagyok. Szodoma, Gomora, Matelavi, egyre jobb, Robi eleresztette magát. Van-e a kabalában olyan rész, amit a nők nem tanulhatnak? Kabalában van-e olyan rész, amit a nők nem tanulhatnak? Nincs ilyen rész. Én nem tudok ilyenről. De ez egyébként egy érdekes kérdés már csak azért is, mert hogy annyian kérdeztek a homoszexualitásról, és most az egyik lány arra kérdezett, hogy a nők mit tehetnek és mit nem. Hát én azt gondolom, hogy elsősorban mindannyian nyilván van egy fizikai testünk, amivel születtünk, és ez a saját felelősségünket rója ránk, mindannyiunknak vannak feladataink ebben az életben, de alapvetően mindannyiunkban ott van mindkét pólus, mindannyian... Van bennünk egy kis maszkulin, meg egy kis feminin pólus. És amit említettél, hogy a teremtés, ugye, tehát hogyha azt vesszük, hogy amikor elválasztunk energiákat, akkor igaz, a zsinagógában is itt vannak a nők, és itt vannak a férfiak is, és tény, hogy el vannak választva, de mindannyian itt vagyunk, és mindannyian megtapasztalhatjuk azt, ami itt az angyalok megszületését. Ja, és persze, azt gondolom, hogy például említetted ezeket a negatív angyalokat, akik megszülethetnek egyes dolgokból, amiket teszünk, vagy mondunk. Szerintem a kirekesztés bármely formája az feltétlenül olyasmi, ami nem jelent. Szerintem, amit fontos, és beszéltünk egy kicsit erről előre is a Kristófa, hogy mindenképp, mert itt többen amúgy a műsor köz, vagy az elmúlt alkalmak során felvetették, hogy beszélgessünk egyszer a szexualitásról volt bőven szó, Kac Dáviddal nem lehet műsort csinálni, hogy ne legyen róla szó. Innen üdvözlünk, Dávid. De hogy a homoszexualitásról is egy kicsit kitott érintettük, és akkor én azt gondoltam, hogy most ennél jobb alkalom nincs arra, hogy erről beszélgessünk. Állok elé. Mert ha te benne vagy, akkor miért abszolút. Ne? És szerintem, hogy mindjárt rögtön az elején érdemes tisztázni azt, hogy
hogy bármit is gondoljunk a homoszexualitásról, vagy a szexualitásról, és bármilyen emberi cselekvésről, van maga az ember, és vannak az ő cselekedetei, tettei, de amik nyilván definiálják őt, de az ember több a cselekedeteinél és a tetteinél, ezért én gondolhatom azt, hogy valaki esetleg nem úgy viselkedik, és itt nem feltétlenül a homoszexualitásra gondolok, hanem bármilyen. Mondjuk például azt gondolom, hogy valaki szombatot szeg, az nem jó, mert a Tórában benne van, hogy ne szegjünk szombatot. Mégsem merül föl senkiben, hogyha én leülnék beszélgetni egy műsorban mondjuk Kac Dáviddal, aki gondolom, hogy nem mindegy szombatot tart meg, hogy akkor ő, mint szombatszegőnek, hogy merészel egy rabbival beszélgetni. Egy rabbi azért van, hogy olyanokkal beszélgessen, akik esetleg kicsit másképp élik az életüket, másképp gondolkodnak, mint ahogy a rabbi gondolkodik, mert a rabbi mindig csak a rabbikkal beszélgetne, ez elég unalmas beszélgetés. És ez a műsor sem arról szól, hogy unalmas lenne, tehát nagyon örülünk ezeknek a kérdéseknek. De tehát ezt szerintem rögtön az elején érdemes tisztázni, hogy nem, ez nem igazából nem ez a kérdés. Szerintem a világot mindannyian jobban meg akarjuk érteni, hogy az például, hogyha valaki másképp gondolkodik, vagy másképp, nem is a gondolkodásának, hanem hogy mondjuk én a szexualitásról, és erről talán beszéljünk is majd mindjárt, sok mindent gondolok, és azért nagyon kevéssé van pariban azzal, ahogy mondjuk az átlag tagja a társadalomban élik a szexuális életüket a mindennapokban, független attól, hogy heteroszexuálisak, homoszexuálisak, stb. Ettől még miért ne lehetne arról beszélgetni, hogy a szexualitás miről szól? Egyébként azt gondolom, hogy annyival fontosabb és égetőbb problémáink vannak a társadalomban, és ember között, és ember és a bolygónk között, hogy tényleg arról beszélni, hogy most ki homoszexuális és ki heteroszexuális, ennek ezen a szinten, ezen a ponton nincsen jelentősége. Annak viszont van, és szerintem erre most már nagyon kíváncsiak a talán a hallgatók is, akkor tényleg mi a helyzet a homoszexualitással, és hogy mit gondolsz erről te, akár a kabala fényében, mit gondolok erről én, és akkor egy kicsit menjünk a dolgoknak a mélyre. Úgyhogy a kedves, nem tudom, nem emlékszem ennek a kedves fiúnak a nevére, akit mindenféle kedveset írt az előbb, de most nézd a műsort, mert most megyünk majd be a témába. Tehát szerintem esetleg mondj egy pár szót el, csak közben nézem, hogy a szexuális kapcsolatok bízzuk Istenre, majd eldönti, de jó titeket hallgatni, csak így tovább. Na. Kedves, az írások biztos jó, a nem, azért van itt minden, homotevékenység, most eltűnt. Aha. Tehát akkor térjünk rá, nem tudom, hogy kell. Igen, hát... Aha. Igen, figyelünk. Őszintén szólva, én arra is emlékszem, hogy amikor én magam elkezdtem foglalkozni kabalával, akkor ennek külön utána néztem, hogy ki mit gondol erről, és melyik már iskola hogyan... Igen, hogy melyik iskola hogyan fogadja el, és nyilván ebben is, mint minden vallásban és minden egyes iskola rendszerben a különböző elgondolások vannak dolgokról, mindenki mást mondott nekem, és én azért elég sokféle módon néztem bele a kabalába, de az nem titok, és annak idején a Zenetv-nél is beszélgettünk erről, hogy ugye van a Madonna kabala, igen. Populáris kabala. Emlékszem még ott a háttérben, nem akarok megszakítani, hogy beszélgettünk, és előtte lejátszottatok, volt valami klipje a Madonnának, ahol magára tekert egy imasziat, és hogy nem volt azért egy kicsit... Nem is tudom a címét, de hogy igen. Egy kicsit obszcén volt a dolog. És elhiszem, hogy abszolút megértem, hogy számodra ezt jelenti, csak azért akarok erről egy nagyon kicsit beszélni, mert szerintem ő egy nagyon-nagyon komoly üzenet hordozója volt annak, hogy a kabala és minden, amit magával hozott, egyrészt az, hogy egy jó, populáris viszony lett az emberek és a zsidóság abszolút, között. Abszolút. És másrészt abszolút. Pedig az is, hogy a maga a bölcsesség, tehát hogy kikerült, abban érdekes módon, bármennyire is furcsa hangzik sokaknak, szerintem neki ebben egy komoly ezzel felület. Az egy klippel mennyit el tudott elni? Hát lehet, hogy jobb, hogy egy ilyen klippet játszott, mint... Nem, ő sabbatozik a mai napig, nagyon benne van ebben. A mai napig benne van ebben a történetben? Repülnek vele. Na de mesélj magadról, mert elkezdted mesélni. Persze, igen, csak ezt azért hoztam fel egyébként, mert hogy ez abban az időben, amikor
én kiköltöztem Tel Avivba, akkor éppen ez a történet nagyon ott volt a sajtóban és a magazinokban, és mindenki arról beszélt, hogy a sztárok miért akarnak kabalát tanulni, és hát nyilván, hogyha populáris kultúráról beszélünk, akkor a homoszexualitás ettől elválaszthatatlan. Tehát ha valaki látja azt, hogy Madonna a kabala központban jár, akkor nyilván ez nem titok, hogy egy csomó ember, aki a populáris kultúra fogyasztója, homoszexuális, és hogy is történhetett volna az meg, hogy valakinek ott azt mondják, hogy neked mi a szexualitásod? Homoszexualitás vagy? Homoszexuális vagy? Akkor te nem jöhetsz, nem járhatsz erre a tanfolyamra, vagy nem jöhetsz sabbatra, vagy nem mehetsz be a mikvébe. Tehát, hogy ez egy olyan történet, ami szerintem... És akkor elkezdtél utána nézni, és mit találtál? Én azt találtam, most nagyon, nagyon őszinte leszek veled, van olyan barátom, aki meleg, és nagyon-nagyon komolyan, és nagyon évek óta sokkal komolyabban foglalkozik a kabalával, mint én, és nagyon komplikált a saját magával való viszonya. Tehát, hogy a saját homoszexualitását nehezen tudja feldolgozni, vagy nehezen tudja helyre tenni? Nem, hogy feldolgozni, vagy helyre tenni, mert ő békében van azzal, hogy ez ő, viszont az a tény, hogy ugye folyamatosan arra törekszünk mindannyian, hogy önmagunk lehető legjobb változatai legyünk. Ez időnként felvet olyan kérdéseket, hogy és most itt belemehetünk egészen az írott szövegekbe, hogy te is tudod, hogy én ezt nem tudom annyira, de hogy van valami például egy bizonyos póz, ahogy szeretkezni kellene. Tehát, hogy, ja, már úgy álltam a heteroszexuálisoknak. Hogyne. És hogy tehát, hogy az ember... és ez a veganizmusra is vonatkozik egyébként, meg mindenre, hogy nagyon komoly határokat húzhat meg magának, és akkor hol van az a pont, amikor már a határoktól nem tudsz megmutatni? Tehát, hogy azt mondod, hogy ő neki mondjuk az, hogy ő homoszexuális, az ő azt úgy érzi, hogy ez egy olyan kísértés, amivel ő úgy békében van magával, de hogy lehet, hogy az önfejlesztésnek olyan szintjére kell kerülni, hogy legyőzze magában, vagy erőt vegyen ezen a kísértésen. Ő soha nem mondott ilyet, hogy legyőzze magát, tehát ő ugyanakkor egy... tehát nem egy ilyen öngyűlölő meleg, de ugyanakkor... De érzi azt, hogy ez esetleg valami, ami... Az önfejlődő munkája. Valami munkája. És én most ezt ki sem merném jelenteni, mert én aztán végképp nem vagyok abban a pozícióban, hogy ez a munka, ez az, hogy megszabadulni tőle. De az biztos, hogy... És egyébként nekem is munkám van vele, hiszen ha nem lenne munkám azzal, aki vagyok, akkor nem kaptam volna. Igen, és ez szerintem egy nagyon fontos alapgondolat. Tehát az, hogy valaki születik valamilyen hajlammal, és ez nem csak szexuális hajlam lehet, mert lehet, hogy különben valaki aszexuális. Tehát, hogy mondjuk a szexualitás iránti vágyunk is nagyon különböző. Különböző emberek különböző módon akarnak kielégülni, vagy szexuálisan. És különböző intenzitással, az, ami ennek születünk, az igazából egy út elé helyez bennünket, olyan, ahogy a Talmudban van, hogy én akadosh barhu bab truniaim briaiszav, Isten nem helyez olyan kísértésbe az embert, amihez ne adna erőt is, hogy azzal a kísértéssel kezdjen valamit. Szóval igazából szerintem ez a legfontosabb kiindulópont, és én erről a két oldalról közelítem meg ezt a kérdést, hogy és aztán lehet aztán magáról, hogy a kabala mit mondol a szexualitásról, de az egyik, ami legfontosabb az, hogy mindenki születik valamilyen csomaggal. A feladat az, hogy tudja, hogy nekem ez a csomagom, és én ezt a csomagot fogom elvinni A-tól B-be, onnan, hogy megszülettem, odáig, hogy meghalok, és nem úgy csinálok, mintha ez a csomag nem lenne, vagy levenném ezt a csomagot, és így tovább. Ebbe szerintem az is beletartozik, hogyha én tudom azt, hogy valami olyasmi, amivel nekem munkám van, akkor nem csinálok úgy, mintha ezzel nem lenne munkám. Mm-hmm. És persze vannak olyan dolgok, amikről meg úgy általában nem nagyon szoktunk, hogy mondjam, olyan intim dolgok, amik nem tartoznak abba a szférába, ami én azt gondolom, hogy kirakom az ablakba, és nem azért nem, mert szégyellem, hanem mert éppen az intimitása okán egy intim dolog, az intimitás keretei között tud olyan maradni, hogy azzal őszintén tudjak dolgozni. És az előbb említetted, hogy amúgy a Talmudban és a Halakhában vannak különböző meghatározások, hogy mondjuk egy férj és egy feleség között is
kezdjük ott, hogy férj és feleségen kívül nincsen szexualitás, ez első megkötés, és mindenki nézzen magába. De amúgy, hogy közöttük is vannak bizonyos, ahogy említetted, pózok, tehát például az, hogy a nő legyen alul, a férfi legyen felül, időpontok, és így tovább, és így tovább, és nyilván mindenki a saját hálószobájában, ő meg a felesége, és a jóisten van csak ott, és mindenki tudja, hogy hát ezek nem biztos, hogy mindenki ezeket így követi. De ha én nem követem, akkor abból nem fogok úgy, vagy nem gondolom, hogy az jó, hogyha úgy csak, mint hogyha ez nem lenne, vagy nem lenne egy olyan felett, amely. Igazából a homoszexualitás abban más talán, hogyha valaki homoszexuális, valóban homoszexuális hajlammal születik, vagy a szexuális, és én nem tudom, hogy ez hogy van különben, mert olvastam olyan sok mindent erről, hogy gondolom, hogy ebben vannak szintek, hogy vannak olyan homoszexuálisok, akik nem tudnának heteroszexuálisak lenni, vannak olyanok, akik tudnának, és vannak olyanok, akikben igazából nem is biztos, hogy ez egy hajlam, hanem inkább egy kulturális jelenség. De hogy az az ember, aki úgy olyan homoszexuális hajlammal született, hogy egyszerűen nem tudná semmilyen módon szexuális örömét lelni egy heteroszexuális kapcsolatban, annál borzasztó nagy lehet ez a teher, annál elviselhetetlen nagy lehet ez az a tudat, hogy neki ezzel munkája van, ahogy ezt említetted. Hát akkor, hogyha valaki ezt úgy éli meg, mint egy nagyon súlyos bűnt, vagy ilyesmit. Tehát én azt gondolom, hogy... Várjál, de azért az nem úgy szabadalmány, csak ezt érdemes tisztelni. Az is egy fontos kérdés, hogy mit jelent az, hogy bűn. Így van. Tehát én szerintem az ember soha ne éljen meg egy bűnt úgy, hogy ez egy olyan bűn, amiért majd egyszer csak lesújt rám egy ilyen nagy kalapáccsal, bák, ráver a fejemre a jóisten, hanem a bűn az önmagában valami, ami az én lelki fejlődésemet, az Istennel való közelségemet hátráltatja, vagy egy, ahogy mondtad, egy klipát, egy burkot von körém. Tehát, hogy ez nem úgy, ha úgy élek meg valamit, hogy az úgy bűn, hogy mindjárt pofán ver valaki, egy ilyen erős izével, látjátok, egy ilyen ökörlel, akkor az biztos, hogy nagyon rossz érzés, de én nem is erre gondolok. Így van. Én azt gondolom, hogy ahogy az előbb mondtad, valóban különbözőek vagyunk, melegek is, mind különbözőek. Ismerek olyan meleget, aki egyszerűen soha nem tudna egy nővel intim kapcsolatban lenni, mert egyszerűen semmiféle vonzalma nincs. Olyan és ő egy számára olyan egy nő, mint egy heteroszexuális számára egy férfi. Mondhatjuk. Igen? És ugyanakkor pedig én egyébként abban is hiszek, hogy azért, hát nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, de én alapvetően azt gondolom, hogy mindannyian... Kicsit heteroszexuális és kicsit homoszexuális. Igen, tehát én azt gondolom, ez egy szinte ilyen sematikus dolog, hogy van egy ilyen skála, akkor így mindenki valahol van ezen a skálán, és van, aki mondjuk lehet, hogy egyes, és van, aki mondjuk kilences, és van, aki mondjuk valamelyik oldalhoz sokkal közelebb van, de én azt gondolom, hogy a szexuális vágy az egy nagyon-nagyon erős, erőteljes dolog, és a szex, mint energia, egy nagyon-nagyon komoly dolog, ami mindannyiunkat nagyon erőteljesen mozgat. És egymás mellett élünk emberek, megszeretjük egymást, fontossá válunk egymásnak, intim közelségben vagyunk egymás mellett, és ezek a dolgok óhatatlanul megjelennek. Itt szerintem van egy nagyon fontos dolog, és itt amikor gondolkoztam, hogy jöttem ma este ide a zsinagógába, és tudtam, hogy majd beszélgetünk, és tudtam, hogy ez a téma nyilván föl fog merülni, aminek tulajdonképpen én nagyon örülök, és látom, hogy a nézőink is örülnek, mert most olyan sokan vannak hirtelen. Akkor gondolkoztam, hogy mi lehet az, ami ahogy a legjobb ezt a témát megközelíteni, és arra gondoltam, hogy igazából azt érdemes itt tisztázni, mert ugye csak, hogy mindenki számára világos legyen, tehát egy ortodox rabbi, mint én, és amúgy a zsidó vallás, ugye azt gondolja, hogy a homoszexualitás tilos, különben ugyanúgy tilos, mint a szombatszegés, vagy a disznóhúsevés. De azért van egy nagyon nagy különbség, hogy a homoszexualitás, ha valaki homoszexuális, vagy ma azt mondják, hogy homoszexuális kapcsolatban él, akkor az egy életvitel forma, szemben mondjuk a disznóhúsevéssel, ami egy
nem egy életvitelforma, hanem egy gyakorlat, vagy egy egyszeri alkalom, vagy sok egyszeri alkalom, uh-huh. ami összetevődik. És ez azért fontos, mert a zsidóságban a család, ami áll egy apukából, egy anyukából és közös gyerekeikből, az egy nagyon elemi része a zsidóságnak, és hogyha azt mondom, hogy lehet egy olyan család, ami homoszexuális párokból áll, akkor az nem azt a szerepet nem tudja betölteni a zsidós, a zsidó vallás értelmezésében, mint egy hagyományos, tradicionális család. És itt szerintem egy dolgot nagyon fontos tisztázni, az az, hogy mi a szerepe a szexualitásnak. Mit gondol a szexualitásról magáról a zsidóság, és amúgy az én értelmezésem szerinti kabala. Mi a szexualitásnak a lényege? Mire jó ez? Honnan származik ez a vágy, amit te is mondasz, hogy mindenkiben ott van, és ez nem Jung volt az első, aki ezt felfedezte, hogy mindenkiben ott van a szexualitás iránti vágy. Honnan származik ez a vágy, ez a szexuális vágy? És amúgy meg mi a szerepe a világban, meg a mi életünkben a szexuális vágynak? Tehát azt szerintem abszolút, én is tudod, van az a híres mondás, hogy a férfi meg a nő is, az mindegyik három betű, a két közös betű az az és, ami tüzet jelent. A két különböző betű az meg Isten neve. Hogy ez, a szexualitás az egy tűz, és ez a tűz, ez mindannyiunkban ott van. A tűz az egy olyan dolog, ami bármilyen legyen, az nagyon jó, mert melegít, de hogyha nincs keretek között, akkor eléget. Mindent eléget. Ó, de meleg van, és egyszer csak leég a házban, annyira meleg van. De honnan jön ez a tűz? És ugye van, az előbb említettük egy fontos tanítása a kabalának, hogy amikor a teremtés történetét olvassuk, akkor úgy van egy hely, ahol azt mondja a Tóra, Zahár veneké vába ráotám, férfinek és nőnek teremtette őket. Mint hogyha úgy tűnne, mint az embert a kezdetén, Ádámot férfinek és nőnek teremtette egyszerre, és utána választotta szét férfivé és nővé. De nem látjuk, hogy az állatoknál is ezt csinálta volna. Az állatoknál külön volt eleve a kos, meg a nem tudom mi, nem vagyok jó biológus, de hogy eleve ezek külön voltak. Akkor az embernél miért volt egy? Én azt mondja a kabala, hogy azért, mert az embert Isten a képmására teremtette, és ahogy egy Isten van, egy embert akar teremteni. Aztán szétválasztotta az emberben a férfit és a nőt, és itt különben eljutunk oda, hogy a kabala szerint Istenben is van egy maszkulin és egy feminin vonal, mindvégig a szférákban, majd a előadás sorozatunkban november 8-át ezt jobban kifejtjük, de hogy Istenben is egyben van ez a maszkulin-feminin vonal, ezt képmását megteremtette az emberben, akiben kezdetben ez egyben volt, aztán szét lett választva. Miért vágyakozik a férfi a nő után és a nő a férfi után? Miért van bennünk a szexualitás iránti vágy? Mert tudat alatt vágyakozunk arra az egységre, ami a teremtés pillanatában volt, ami nem csak a feminin és maszkulin vonal közötti egység, hanem az Istennel való egység. Most, hogyha ez a vágy, ez más formában jelenik meg, mint ahogy természetes lenne, mert azért mégiscsak a biológia természetes, de lehet, hogy nem értünk egyet, a természetes módján ugye a maszkulin és a feminin azok egymás iránt vágyak, tehát a másik nem iránt vágyakozunk. Ha nem ebben a formában jelenik meg, az nem azt jelenti, hogy annak nem ugyanaz a forrása, de mégiscsak a cél az valahol az kell, hogy legyen, amit az eredendő teremtésnél megadatott, hogy ez a férfi és a női kapcsolatban jelenjen meg. Most az, hogy persze még nagyon sokat lehet erről beszélni, de most már nagyon hosszan beszéltem, és itt mindig... Nagyon jó, amiket mondasz, mert egy csomó mindennel egyetértek, de vannak dolgok, amiket csak szeretnék elmondani, hogy én, és nem csak én személyesen, hanem hogy én, ahogy a kabalát látom, ez hogy van, tehát... Ez abszolút így van, hogy vágyunk-e erre az egységre, és alapvetően szerintem a mindenkori vágy az, ami minden embert hajt, és most nem csak szexualitásról beszélek, hanem bármi iránti vágyról. És folyamat, tehát hogy még egy növény is vágyakozik a fény iránt, az állatok vágyakoznak a víz és étel iránt, és mi emberek valóban ezt a beteljesülést, ezt az egységet akarjuk összerakni, de én úgy gondolom, hogy ahogy már mondtam, valóban mindannyiunkban megvan ez, és azt gondolom, hogy a lelki társ, tehát az az ember, akivel nekünk ebben az életünkben találkoznunk kell, és akivel közös tikkununk van, az
nem feltétlenül ellenkező nemű. És de várjál, de az a kérdés, hogy valaki a lelki társ, az feltétlenül egy szexuális társ is kell, hogy legyen. Tehát a szexualitás és a lelki társ az így összefügg-e. És a másik az, hogy és itt szerintem van, ez egy, a másik az, hogy a szexuális kapcsolat és a család, mint olyan, azok feltétlenül... Nagyon, a családról, amikor az imént említetted, akkor is akartam mondani, hogy ugye Izraelben, ahol én élek most már 10 éve, nagyon-nagyon sok szivárvány családnak hívják őket. Tehát, és ugye azért mégiscsak egy zsidó vallásra és zsidó kultúrára épülő államról beszélünk, és rendkívül sokkal magasabban meleg szülők száma, mint sok felvilágosult országban. És vannak köztük sokan olyanok, akik abszolút vallásos zsidónak vallják magukat. Igen. És itt egy jó kérdés, hogy mondjuk mit tudom én, két édesanya, aki együtt neveli a gyerekét, de mondjuk tartja a sabbatot, és egyébként van, tehát nyilván ez fontos, hogy ilyenkor vannak férfiak mondjuk egy leszbikus anyapár életében, ott vannak apa figurák, mert ott van a mindkettőknek az édesapja, stb. Vagy pedig van egy heteroszexuális család, akik folyamatosan... Igen, veszekszenek, és nem jó a családi légkör. Ezt én értem, csak hogy ez a példa, vagy ez amúgy egy gyakran felhozott érv, amit mondasz, tehát hogy mi jobb egy homoszexuális, úgymond pár, vagy szülők pár, de jó szívű és meleg családi, és nem csak a szexuális értelemben meleg családi körben nevelkedni, vagy egy nagyon rossz ízű és nagyon erőszakos és negatív heteroszexuális pár gyermekeként nevelkedni. Csak hogy ez hogy mondjam, egy olyan mátrixot hozunk létre, ami nincs egymásra felésben, mert ez úgy tünteti föl, mint hogyha a homoszexuális párok mindig békében és szeretetben élnének, és a heteroszexuális, én kimondottam például a sabbatra mondtam, tehát hogy mondjuk egy viszonylag vallásos pár, akik zsinagógába járnak, és mondjuk egy teljesen felvilágosult tel avivi heteró pár, akik életükben nem tettek kipát a fejük. Nem, most azt mondom, hogy egy heteró pár, akik azt mondták, hogy mi zsidók vagyunk, de azért, mert ide születtünk, de egyébként sose jártak életet. És most nem extrém dolgokról beszélünk, hogy a heteropár folyton egymás nyakának esik, vagy ilyesmi. Nem. Két normális család, de mondjuk az egyik jár a rabbihoz. Te hagyd kérdezek valamit. Te szerinted egy homoszexuális pár, vagy ahogy mondtad, szivárvány család, azok, tehát mondjuk adott esetben két apuka, ők tudnak, ők szerinted azt a szerepet, amit most függetlenül attól, hogy mennyire szeretetteljes a családék, azt, amit egy biológiai anya és egy biológiai apa egy családi kötelékben tud adni, ugyanezt át tudja adni egy homoszexuális két apapár? Nem, azt gondolom, hogy hajszál pontosan ugyanazt nem. Viszont azt is gondolom, hogy mondjuk egy... 55 éves apa és egy 25 éves apa szintén nem tudja ugyanazt nyújtani a családban. De az egy másik mátrixom van. Tehát számomra ezek normák. Engem mindig az érdekelt, hogy mi morális. És az, hogy mi úgymond normális. Szerinted, mert akkor megyünk egy egész más példát. Vannak ma, sajnos nagyon sok és egyre több van, ahol emberek kénytelenek, vagy úgy alakul, hogy úgy vállalnak gyereket, hogy egyedüli szülőként nevelik a gyereküket. Így van. Tehát egy anya, aki tudja, hogy a gyereke soha nem fogja látni az apját, az nagyon ritkán vállal ilyet eredendően, vagy úgy, hogy de azért sokan mégis. Igen, és te azt gondolod, hogy ő van olyan ilyen gyerekét egyedül nevelő szülő, aki át tudja adni azt, tudja pótolni azt, amit az apa hiánya jelent? Ismét, hajszál pontosan ugyanazt nem, de most, tehát én például egy viszonylag normális, tehát heteroszexuális családban nőttem fel, de mondjuk amikor 10 éves voltam, a szüleim elváltak, és a szüleim... Autizmusban van válás? Ott lehet válni? Hát, válás mindenhol. Nyilván nem, tehát hogy
nyilván nem, nyilván egy házasság örökre szól abban az értelemben, hogy ami megtörtént, azt senki nem törölheti ki, és mindannyian következményeket vállaltunk. Igen, azt a könyvet nem lehet kidradírozni. Igen. De hogy alapvetően, tehát én például, hogyha az édesapám elment egy meditáció, 3 éves elvonulásra ment, egy ilyen buddhista elvonulásra, és sokáig nem láttam. 3 éves? Igen. Berúf, nagyon komolyan vette ezt a dolgot. Nagyon, apukád. Abszolút. Volt, ma már egyébként azt mondja, hogy persze nagyon fontos volt, hogy megcsinálta ezt az elvonulást, de hogy azt mondja, hogy semmit nem tudott az életről, amikor azt gondolta, hogy jaj, én itt elvonulok. Teljesen elvonul. És volt, hogy az anyukám ment el, úgy hívják, hogy 100 nyungne meditáció, hogy 100 napig minden másnap nem esznek és nem beszélnek. Tehát, hogy én elvileg ugye egy hetero családban nőttem föl, de távol áll attól mondjuk, amit mondjuk egy tradicionális család. Hát még azt sem mondanám, hogy nem ideális, mert ugyanakkor végtelen sok szeretetet kaptam a szüleimtől. Meg biztos az is egy fontos példa volt a te útkeresésedben, hogy pontosan. Az apukád ilyen komolyan veszi ezt a dolgot. Hát meg abban, persze. Hogy mondjuk elég fiatalon találtam magam abban a helyzetben, hogy én kimondottan szerettem volna felelősséget vállalni a saját sorsomért. Uh-huh. És tényleg ezt úgy mondom, hogy mindkét szülőmet nagyon nagyra értékelem. Végtelenül. Megpróbáljuk visszahozni itt a... Tehát nem tudod, hogy ezt hogy kell? Nehogy véletlen kikapcsoljuk. Igen, ettől én is félek. Igen. Mert most a képeiket látjuk. Igen, a képeiteket látjuk, de azt nem, hogy mit szóltatok hozzá. Úgyhogy ne haragudjatok. És ha mi beírunk valamit, ne, akkor nem történik semmi. Még egyébként nem akarom, hogy az egész téma elmenjere, de azt minden... szuper. De azt mindenképpen akartam mondani, hogy nekem ez egy hihetetlenül nagy élmény, hogy egyáltalán mi beszélgetünk erről. Ráadásul 100 élő néző előtt. Igen, így van. És ez azért nagyon fontos nekem, mert a páromnak, sőt mondhatom, hogy férjemnek, mert augusztusban összeházasodtunk, és ő egyébként zsidó, és abszolút, nem egy mélyen vallásos, gyakorló családban nőttek föl, viszont 4 vannak testvérek, és a legidősebb fiú, Izraelben van ugye ez a katonaság, és utána a katonaság után mindenki elmegy utazgatni egy pár évet. Kicsit a Távol-Keletre. Így van, és hát ő az útkeresése során úgy jött vissza, hogy elnézegetett egy pár spirituális ösvény irányába, viszont végül nagyon vallásos zsidó lett. Sőt, Habados lett. Habados lett, így van. Olyan. És Bnei Barakban lakik, és én személyesen ismerek egy csomó nagyon jó fej Habados, többek között téged, aki mellettem, és 20 éve ismerlek, viszont szintén én, amikor van, hogy Velencében, amikor legutóbb voltam, elmegyek Habad vacsorára, mert vannak ott barátaim, de ő úgy értelmezi ezt az egész ösvényt, hogy ő nem tudja és nem akarja elfogadni azt, hogy a testvére meleg. És olyannyira nem, hogy tehát mi most már több mint 2,5 éve vagyunk együtt, de egyetlen egyszer találkoztam a bátyjával, amikor a másik bátyának volt az esküvője, és hát el kellett menni. De azért ott, tehát ahhoz képest, hogy tényleg tudomással akart venni rólam, pedig azért pedig tudja, hogy létezem, az nekem egy nagyon nagy dolog, hogy te beszélgetünk vagy, és erről? Hogy elhívtál ide, és hogy beszélgetünk erről, és tényleg engem nagyon érzelmesé tesz az, hogy arra gondolok, hogy milyen jót tenne a Jaronnak, hogyha például ti találkoznátok valahol. Nézd, ugye az igazság az, és erről is érdemes egy szót beszélni, hogy nyilván nagyon sok mindent meghatároz a kulturális közeg, aminek nem mindig van közvetlen kapcsolata a valláshoz, meg az, amit a vallás mond. És ugye én azt azért meg tudom, én nem akarom, én pontosan értem, hogy ez mennyire fájdalmas lehet neked, meg a családnak, de hogy közben meg azt is megértem, hogy ha valaki, különösen Izraelben, ahol azért zártabb közegben, meg zártabb közösségben élnek, mondjuk az én gyerekeim itt Budapesten úgy, hogy az osztálytársaiknak a nagy része nem vallásos zsidó családból jött, és hogy a kisfiam nem tudom, az UFC-be járt focizni, és ott mindenféle gyerekkel találkozik, egész más közegben nevelkedik, mint Bnei Barakban egy izraeli családban, egy Habados. És gondolom, hogy ezek bizonyos határok, amit az ember fölhúz ugye a saját értékrendje köré, és ebbe beleérti a saját gyerekeit, különösen akit meg nagyon oltalmazni akar, olyan behatásoktól, amiket ő rossznak gondol, vagy helytelennek gondol. Mert az, és én
és nyilván ebben túl is lehet reagálni, csak ugyanakkor meg azt meg tudom érteni, ha elgondolom, hogy mondjuk én mit tennék, hogyha valamelyik gyerekem előállna azzal, hogy ő homoszexuális, nem lenne könnyű azért, mert ugye az egyik oldalon én minden gyerekemet nagyon szeretem, és nem szeretném kevésbé, hogyha ezt mondaná. A másik oldalról viszont azt, én azt gondolom, hogy akár a homoszexualitás csak úgy, mint nagyon sok minden más, amiről kicsit másképp gondolkodok, mint a világ egy nagy része, hogyha azt legitimmé teszem, vagy azt mondom, hogy az úgy rendben van, akkor az hogy mondjam, még jobban elterjed, vagy még inkább elfogadottá válik. De a másik oldalról meg, akiről szó van, azt szeretem, és akkor most ezt hogyan lehet, vagy hogyan lehet a többi gyerek előtt. De ez mondjuk hasonló a szituáció lenne, mint hogyha valakinek van egy vallásos család, és a legidősebb gyerek mondjuk elhagyja a vallást. Akkor mit tud kezdeni vele a család? Ugye a kisgyerekek, akik 4-5 évesen nézik, és nem tudnak még differenciáltan gondolkodni, akkor nem értik, hogy akkor hogy van, hogy ha ő a családunk része, akkor miért? Tehát például az én gyerekeim számára, akik a legnyitottabb nevelést kapták, mondjuk egy ilyen vallásos zsidó családi keretek között, amennyire nyitott nevelést lehet adni, mondjuk, hogy az én szüleim nem vallásosak, vagy nem esznek kósert, és ők minden vasárnap elmennek a szüleimhez, a gyerekeim mind az 5 rendszeresen jár a szüleimhez, és ott az apukám előveszi a szalonnát, és ők meg hozzák a saját kis kóser kájukat. Ehhez azért nagyon sok kell, hogy ez működni tudjon. Hát igen. És ez nem mindenki képes erre, tehát hogy azt az oldalt is egy kicsit meg lehet. Megérteni abszolút, 100%-osan, tehát nyilván sem a páromban, sem bennem nincs semmiféle gyűlölet, vagy megvetés inkább iránt. Csak fájdalom van. Fájdalom, és azért, mert tehát ez nem csak a homoszexualitásra korlátozódik, hanem az ő esetében ő nem akarja, hogy a gyerekek átmenjenek a nagyszülőkhöz, mert ott tévé van, meg kutya van, tehát, hogy és ugyanaz a rabbitok, de ő mégis úgy érzi, hogy... Ez egy belső biztonság kérdése is. Hogyha az ember, mondjuk az én gyerekeim, én állok elébe, és az én gyerekeimet arra nevelem, hogyha valamit látnak, nem fogok neki mindent megmutatni egy adott korig, mert azt gondolom, hogy vannak olyan behatások, amiket nem lehet kognitív eszközökkel kezelni. De amúgy gyerekeim olyan kérdéseket tettek, vagy tesznek föl nekem, én mindig arra neveltem őket, hogy mindent kérdezzenek meg tőlem, és én úgy érzem, hogy tudok nekik válaszokat adni. De lehet, hogy sokan úgy érzik, hogy nem mindenre tudnának jó választ adni, és ezért inkább azt szeretnék, hogy a gyerek ne kérdezze meg. Így van. Úgyhogy hát csak így van. Nézzük meg, hogy írtak-e nekünk kérdéseket. Salom, a szeretet mindent elfedez, jaj, de jó. Szexetes kapcsolatos, jó Isten, igen, hello, Zsuzsanna, Sólyom. Örökkévalón kívül más nem ítélkezhet, hogy mit csinál a 4 fal között, de az nem másra tartozik, ha viszont elmondja, akkor tiszteletben kell tartani. Rózsa Péter, ha az Adonai és Elohim kimondhatlanul női és férfi művelete utal, akkor az emberben is kettőség adott. Ugye ez itt arra gondol Rózsa Péter, hogy Isten neve az, ugye a Héberben van nőnemű és hímnemű főnevek és igék, és hogy Isten neve az nőnemű vagy hímnemű, az esetek többségében hímnemű Isten, de különben ez azért is van, mert a héberben az ismeretlent, azt is hímneműként nevezzük, de van olyan Isten név, ami nőnemű, például Tzvaot, ami a seregek ura, az Tzvaot, ugye Vavtáffal végződik, ugye, ami egy nőnemű ragozás. Reméljük Péternek választottunk, tehát csak homó ember lehet intelligens? Nem. Azt nem tudom, de hogy te nem vagy intelligens, Robikám, az vagy legalábbis nem mutattad most még meg, hogy mennyire vagy intelligens. Jó, van itt, amit hagyjunk, igen. Hogy igen. Isten előtt azt kérdezi Duka Norbert, hogy rabival lehet-e beszélni a homoszexuális családról, mikor van megírva a Szentírásban, hogy Istenet utálatos dolog, nem is értem. Ugye szerintem az fontos, hogy értsed, kedves Norbi, Duka Norbi, hogy a Tórában nagyon sok mindenről van írva, hogy az utálatos dolog. Például a házasságtörés, szombat szegés, különböző nem kóser élelmiszerek fogyasztása,
De ha nem lehetne ezekről beszélni, csak úgy, mint a homoszexualitással, akkor nem nagyon tudnánk embereket meggyőzni, vagy arról, hogy esetleg van abban valami igazság, amit mi gondolunk, vagy amit a Tóra mond. Beszélni meg csak úgy lehet, hogyha beszélünk velük, nem pedig úgy, hogyha nem. Tehát, hogy ez szerintem... Én egy picit, most eszembe jutott egy példa, egy picit ahhoz tudnám ezt hasonlítani, hogy nyilván a lelkünk egészségéről beszélünk, és arról, hogy legyünk a lehető legjobbak önmagunkhoz és a Teremtőhöz, és hogyha ezt lebontjuk mondjuk a testre, akkor mondhatjuk, hogy akkor tesszük a lehető legjobbat a testünkkel, ha nem dohányzunk, ha nem iszunk, hogyha nagyon odafigyelünk, hogy mindig jól fel vagyunk öltözve, tehát nem használunk túl sok sót. Tehát ezek a testi dolgok, és akkor azt mondja, a lelkiben is vannak ugyanezek, ez nagyon hogy lehet, fontos. Lehet, hogy valaki túl sok sót tesz az ételébe, és akkor azzal nem a legjobbat teszi a szervezetének, de hát napi szinten csinálunk ilyen dolgokat. És akkor azt mondod, hogy ugyanez van a lelki dolgokban, a spirituális dolgokban, hogy egy micvát, ha az ember teljesít, egy jó cselekedetet, akkor az olyan, mintha valami egészségeset enne, hogyha megszeg valamit, akkor meg olyan, mintha megivott volna egyszerre három Red Bullt. És a homoszexualitás is azt mondod, vagy azok a szexuális kihágások, amiket a Tóra megtilt, azok olyan, mint sok Red Bull egyszerre, vagy lehet akár olyan. Ez akár... abszolút így van. Annyi talán a különbség, és szerintem azért van ez a téma, azért egy érzékeny téma, mert a szexualitás, és így a homoszexualitás is, az nem még egy dolog az életben. Az nem a vacsora, az nem a munkabeosztás, hanem a hálószobánk az azért a legelemibb részét érinti az életünknek. És ezért ez a téma, ez egy borzasztóan... Olyat szót akartam mondani, nincs ami áthallása. De hogy most nem tálsz, ezen a ponton. Igen. De az kifeszített téma. De az az igazság, hogy tényleg én azt gondolom, hogy az embernek millió fontosabb prioritás kell, hogy legyen a listáján, mint az, hogy az alapján ítéljen meg embereket. Hogy nem, azt szerintem megbeszéltük, hogy a... Várj, mindjárt visszatérünk Halász Robihoz. Tehát azt szerintem tisztáztuk, hogy nem tudom már, mit tisztáztunk, csak belezavart itt a... És én azokat is 100%-osan megértem egyébként, akik azt mondják, hogy én ezt nem akarom elfogadni, és mondtad, hogy például, ha neked mondjuk a bármelyik családtagodról kiderülne, hogy homoszexuális, akkor nehéz lenne elfogadnod. És szerintem ez a világ legtermészetesebb dolga, hiszen ezzel te is egyszer csak például egy feladatot kapnál ezzel Abszolút. Kapcsolatban. De én úgy érzem, hogy bennem nincs meg az erő ehhez, úgyhogy nem kérem. Hát ahhoz se gondoltad volna, hogy megvan benned az erő, hogy a gyerekek kóserül lesznek, és hogy a szülők pedig nem. Én csak azt gondolom, hogy tényleg csak azt kívánom mindenkinek, hogy egy nagyon nyitott... Nem kell egyetértenünk egymással ahhoz, hogy beszélgessünk dolgokról. Abszolút. Soha. És abszolút. Biztos vagyok benne, hogy még azok az emberek is, akik a leginkább nem értenek egyet valamiben, még bennük is több közös van, hogyha képesek felfedezni azokat. Abszolút. És akkor itt végül jött egy kérdés, ami nem a homoszexualitásról. Komolyan. Szóval. Igen, nem lehet elhinni. De hogy Horváth János azt kérdezi, hogy Salamon király is foglalkozott-e a kamarával, vagy a démonokon, és csak és kizárólag kapott gyűrűvel tudott uralkodni. Nem tudom, János, hogy Salamon királynak milyen kapcsolata volt a démonokkal, mert egy érdekes dolog van írva Salamon király, több érdekes dolog is, hogy azon írva Salamon király volt a legbölcsebb ember, és mindenre tudott mondani 3000 metaforát, amivel el tudtam magyarázni. Salamon király írta a példabeszédeket, és egyesek szerint a prédikátort is, ami nagyon bölcs tanítások, és javaslom mindenkinek, nem tudom, te olvastad a példabeszédeket? Olvasgattam, én nem szoktam így egybe... Ne, azt nehéz is valamit, különben. Hanem mindig, ha kicsit ilyen, mit tudom én, teli hold van, vagy ilyen nehézségeim adódnak, vagy nem tudom, akkor azt mondom, hogy milyen szakasz van most éppen, és akkor beleolvasom. Egy kicsit bele. Meg abban is nagyon hiszek egyébként, hogy ahol az ember fölüti a Tórát, vagy egyébként a Zohárt, akkor ott van valami tanítás neki. Mindenképpen jut neki. És viszont az van írva a Salamonról, hogy volt egy könyv, a Széferre fúvott, a gyógyítások könyve, amit aztán Salamon elásott,
mert hogy minden betegségre volt benne orvosság, az emberek elfelejtettek Istenhez fordulni, és akkor azt mondta, hogy hát akkor inkább ne legyen mindenre meg az orvosság. Te szerintem, Kristóf, jó volt ez a mai beszélgetés. Én és nagyon élveztem, és számomra tényleg ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy itt a zsinagógában, egyébként ráadásul nagyon közel ott ahhoz, ahol, a környékhez, ahol én felnőttem, tehát én sokat sétáltam itt a apukámmal, anyukámmal, és gyönyörűen megcsináltátok. És köszönjük. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és reméljük, hogy ha legközelebb Pesten vagy, akkor majd csatlakozol hozzánk. A Dávidot meg üdvözöljük, nagyon sajnálta, hogy most ezen a műsoron nem tudott itt lenni, őt meg pont elutazott. És mindenkinek nagyon köszönjük a mai műsort. Én is köszönöm. Jó sokan voltatok. És mindenkinek javasoljuk, hogy a Kabala kurzusunkra jelentkezzetek. November 8-án kezdődik. GTS.hu, Zsidó Tudományok Szabad Egyeteme. GTS.hu-n tudtok jelentkezni. Nagyon sokan jelentkeztek, úgyhogy van egy felső limit. Szerintem már ilyen 70-en vagyunk, és még 3-4 hely lehet, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk, és üdv mindenkinek! Goodbye! Köszönjük!